Szép napot mindenkinek, ez a House of the Dead 2 utolsó előtti része. Ezt a részt 90%-ban az Original Mode bemutatására szeretném fordítani, úgyhogy kezdjünk is bele. Original Mode játék kezdés előtt van egy ilyen rész, ahol a játék során megszerzett különböző cuccokat tudjuk bepakolni magunkhoz a játék során. A játék sorára maximum 2 tudunk magunkkal vinni. Ezek olyanok lehetnek, hogy plusz töltény a tárba, erősebb töltények, plusz élet, plusz kredit. Tehát mondjuk egyetemen jól jönne a plusz kredit. Különböző jelmezek, extra fegyverek, hasonlók. Hát szerintem pakoljunk be egy dupla sebzésű töltényt. Illetve mondjuk egy bővített tárat plusz 4 töltényjel, így összesen 10 töltényünk lesz. Innentől kezdve egyébként a játék teljesen ugyanaz, mint az arcade mód, csak ezek a módosítások életbe lépnek, tehát 10 lőszerünk van és duplát sebez a töltényünk. Na de honnan tudunk ilyen különböző cuccokat szerválni? Hát elsősorban original mód során különböző tereptárgyakat szétlőve, és itt most nem a zombikra gondolok, hanem például ez a tök. Ez még egyszer, ebben plusz 2 kredit van. Vagy különböző ládákat, hordókat szétlőve is tudunk szerezni ilyen cuccokat. Ezen kívül alapjátékban nem elérhető helyeken, például ha ezt a polszkis csávot megmentjük és közben kilőjük ennek a furgonnak az ajtaját, akkor oda megy a kamera. Ezt arcade módban nem tehetjük meg. A másik mód pedig különböző civilek megmentése során. Az alapjátékban medikitet adnának, itt pedig nagyon sokszor ilyen plusz tárgyakat. Illetve ennek a kombinációja. Alapjátékban nem elérhető helyek, például ott ez az ajtó, amit csak dupla sebzés vagy nagyobb töltényen lehet kilőni. És egy alapjátékban szintén nem látott fickó ad nekünk cuccokat. Fontosnak tartom még megemlíteni a különböző kerülő utakat vagy alternatív utakat, amiket legtöbbször akkor érhetünk el, úgymond, hogyha nem mentünk meg egy túszt, vagy éppen véletlenül lelőjük, de az igazság, hogy rájöttem így felvétel során, hogy mondjuk ezt a srácot nem igazán érdemes megmenteni. Hogy miért? Azért, mert ha megmentjük, akkor egyből a fő útvonalra terel minket, és egy igen poénos, és csak ezen az egy pályán feltűnő ellenféltől megfoszt minket. Amit most láthattok, régi ismerősünk, a hatalmas békák. Még mindig furán néznek ki, de szerintem mókásak, és ezen az egy pályán kívül sehol máshol nem találhatók meg a játékban. Ahogy látjátok, ez már nagyjából a fő útvonal, tehát itt jönnek ki a kukacok alapból is, csak másik irányból jövünk, és ott zöldek, nem pedig ilyen rózsaszínek. És ez a fűrészes zombi is csak később jelenne meg. Innentől meg már ugye alapból ez a fő útvonal, innen nem változik semmi. Közben aki figyel, az láthatja, hogy még mindig original módban vagyok, és láthat pár tárgynak a lelőhelyét, úgyhogy figyeljétek. Plusz gondolkodtam, mi van, hogyha nem vesszük fel a kulcsot, és igazából jobban jártam, hogy nem vettem fel a kulcsot, mert egy elég jó nyitójelenet után ebbe a óratoronyba nyerünk bebocsájtást, ahol sokkal több a zombi, még alul is csámborog egy-kettő, és ismét régi ismerősünk, a mamuszoknak a modern változat, amit először ilyen kacsacsőrű emlősnek néztem. Hát nem tudom, igazából mamusznak ezt már nem nevezném, inkább ilyen megvadult, rántott hús az egész. De akinek van még ötlete, azt szívesen fogadom, kíváncsi vagyok, hogy titeket mire emlékeztet ez a zöld szarság. Plusz az ilyen alternatív utak segítségével megtehetjük a második fejezetben, hogy más helyszínen küzdünk a fő ellenféllel. Ezt pillanatokon belül még is fogom mutatni nektek, de előtte mentsük meg egy eddig nem látott csajszit. Na, add a medikitedet. Hoppá, hoppá, na, előugrottak ezek a moszatos szörnyek. Az az igazság, hogy ezeken a kerülő utakon eléggé pörgős és akciódúsabb jelenetek találhatóak, mint az alap útvonalon. Például ez, hogy lehúznak a vízbe, ez nekem baromira tetszett. Bár szomorú tény, hogy ahhoz, hogy eljuthass ezekre a különböző kerülő útvonalakra és extra helyszínekre, vagy először kell játszanod a játékkal, hogy ne tud megmenteni a túszt vagy a civileket, vagy pedig direkt megölned a civileket, vagy elbénázni a megmentésüket, mert szerintem aki tud egy kicsit is lőni, az meg fogja menteni mindet, és így megkíméri magát ezektől az akciódús jelenetektől.
Például, hogy Harry és Amy ketten lőnek két zombit, ilyet még eddig nem láttunk. Fegyvert is alig láttam a kezükben. És itt van az ígért alternatív főellenfél pálya, úgymond. Elég látványos ez is. És ami nagyon tetszett, hogy ha ezen a extra helyszínen öljük meg a második fejezet főellenfelét, akkor a harmadik fejezet teljesen másképp indul, és egy jó ideig teljesen más lesz, mint az alapútvonal. Más embereket kell itt megmenteni, más szörnyeket kell lelőni. Ezt nem mondom, hogy a harmadik fejezetben is ennyire izgalmas és akciódús jelenetek vannak, de itt is találkozhatunk mondjuk új zombikkal. És amit már említettem az előző videóban, az alternatív útvonalnál másik helyszínen küzdünk ezzel a nagy kukaccal is, tehát nem vízben, hanem egy ilyen földes udvaron. Plusz mi van akkor, hogyha nem mentjük meg Paul's kis csávót? Hát belerohan egy házba és mehetünk tovább. Érdekes, Choicey. Mit mond a szegérke? Olyan lokátor füle van, basszus. Illetve érdekes jelenetet találtam szintén a második fejezetben még. Bang! Ki az ajtón? Ez ilyen Bud Spencer filmbe illő jelenet volt. Jönnek a részfaszúbagyok, nem teszek be most zenét, elég volt már. A következő jelenet azonban kiakasztott egy kicsit. Annyi minden történik, nem is tudtam felfogni, úgyhogy szerintem nézzük meg még egyszer lassításban. Annyi biztos, hogy van egy idős nő és egy idős bácsi. Tehát az idős néni leesik, az idős bácsit meg nyakon rúgják. Mi? Nem hiszem el, hogy ilyet... Tehát néni métert esik le, a bácsit meg melkason vagy nyakon rúgják. Milyen játék ez? Ilyen példát mutat, hogy idős embereket szadizik, meg hasonlók, hát beszarás. Na de szerintem így poénosabb az egész. A csodába! Te jó Isten! Matus! Aki szemfüles volt és megkérdezi, hogy ez az idióta milyen fegyverrel lőtt az előbb, hát annak megmutatom. Paul's kis csávó után, így van. Masina pisztollyal, gépfegyvert innen lehet szerezni ebből a furgonból, vagy nekem konkrétan ez a fickó is adja, hogyha megmentettük. Most életet ad, de egyébként tőle szereztem az első géppisztolyt. Van pár ilyen megszerezhető fegyver a játékban, ilyen például a legelső pályán. Ez a custom airgun, gondolom ami légpisztoly lehet. Aztán van ilyen robbanó töltény, ami főellenfelek ellen is baromi hatásos, a kisebb ellenfeleket pedig egy lövéssel kinyírja mindegyiket. Azon kívül van egy ilyen horgász kellék, egy ilyen úszó vagy csali vagy nem tudom micsoda ez. Nem is annyira látszik így, ez ilyen zöld halformájú valami. Hát ez nem olyan látványos, de maximum egyszer poén lehet egy pályát így végigvinni. Ezen kívül a játékban van még shotgun, amit én nem találtam meg egyszer sem. Illetve gránátvető, amit megtaláltam, de mostani felvételek során egyszer sem jött ki. Úgyhogy ezt másképp fogom megmutatni. A harmadik fejezetben ennél a résznél lehet megtalálni. Megmentjük azt a fickót, és a telefonbeszélgetés után a hajó végében meg fog jelenni, ahol az a másfeles töltény jelent meg az előbb. És hát itt van a videó, amiben itt a bizonyíték, hogy van gránátvető. Itt a srác még egy ilyen nagyfej módot is aktivált, amit sajnos nem tudom, hogy hogy kell. De egész jól néz ki ez a gránátvető, mondjuk csak három töltény van benne, de ez nem lehet annyira érdekes. Sajnos azonban ilyeneket kombinálni, hogy géppisztoly és végtelen tár, vagy géppisztoly és robbanó töltet, vagy a horgász kellék, ez sajnos így nem lehet. És minden fegyvert egy körig lehet használni csak. Mármint egy játék során ugyanúgy kiválasztod. Ezen kívül vannak még különböző jelmezek, látjátok van Goldman jelmez, vagy Bruno, aki nem a Sacha Baron Cohen által megszemélyesített osztrák buzi, hanem ez egy ilyen Jean-Claude Van Damme, vagy Sylvester Stallone féle ilyen kigyúrt állat. Az Expendables-ba simán elment volna. Igazából vele így a játékot annyira nem befolyásolja, csak az átvezető mozik lesznek poénosak, hogy egy ilyen
izomkolosszus lesz a főszereplője. De főleg ha hozzáadjuk a gépfegyvert, akkor igazi ilyen Rambo hangulat lehet. Mondjuk életben elég hülyén néznek, hogyha valaki gépfegyverrel sorozna békákat, de ez a játék ez nem a realitásokon alapul. Na viszont még a negyedik fejezetet bemutatom itt, mert a következő videóban már nem fért volna ki. Nézzük is, hol hagytuk abba a történetet. Tehát a negyedik fejezet egy enyhén heroikus beállással kezdődik, mint a nekem magyarázna. Itt kiraktak minket a motorcsónakból és így a föld alatt járkálunk. Nekem tetszett ez a zseblámpás effekt, kicsit ad a hangulatnak, bár nem sokat. Itt van ezek a vasember zombik. Meg egy ilyen dupla késes valaki, az egész jól lett megcsinálva ez a zombi. Aztán Batman. A következő résznél vigyázzatok, hogy a zombinak ne a fejét lőjétek, hanem így a vállát, mert hiába találjátok a fejét, a fickó is meghal, ez valami bug lehet, vagy nem tudom. Hiszen megint új ellenfelek, ezek a gyík emberek. Elég szívós teremtmények. Itt is óvatosan lőjétek le a zombit, mert a fickó hajlamos belehalni a lövésbe. Itt megint gyík emberek vannak. Miért pattog már, mint a... ami labda lenne. Hiszen van ilyen hatalmas nagy kardos zombi. Mi a nyaklánc? Lol. Hát James Taylor így akció közben is gondol a feleségére. Jó, drágám, lövök neked egy nyakláncot, meg hasonlók. Megint jönnek a denevérek. És itt a következő jelenet, ez elég poénosra sikeredett. Teljesen véletlen alakult így. Tehát ennél nagyobb fél nincs a világon, tehát... így a... Ráadásul azt a kezét lőttem le hamarabb, úgyhogy nem tudom miért azzal suhintott oda, de... ő biztos tudja. Késesek. És... itt a poén, hogy a negyedik fejezet a játék legrövidebb fejezete. Ennyi volt kb. Itt jön a fő ellenfél. Hümmög Goldman. Közben nyomatja a YouTube-ról a videót. Nem érdekel, hogy az utamba álltok vagy sem. Majd meglátjátok, kinek van igaza. Itt egy kis ajándék a számotokra. Nézd balra. És kijön egy ketrec. Ebben ott vannak a játszópajtások, meg egy ilyen hatalmas, egy ilyen láncfűrészes zombi. Nem tudom, hogy ezt igazából hogy sikerült összehozni. Majd a House of the Dead 3-ban majd láttok ennek ikertestvérét, vagy legalábbis rokonát. Ebbe az a trükk, hogy a fejét kell szétlőni, pontosabban azt a fejét védő, nem tudom, ilyen hatalmas szemetes zsák, vagy valami fém kalitka lehet, nem tudom. Nem nehéz, főleg így bővített tárral és dupla sebzésű töltényekkel. Viszont... igen, most hozzánk dobott egy fejszét, amit magából szedett ki. Viszont eléggé jól takarja a fejét a láncfűrésznek a lapjával, úgyhogy be kell gyakorolni ezt a részt is ahhoz, hogy életveszteség nélkül megcsináljátok. Lőhetitek igazából a testét is, csak semmi életet nem vesz le, tényleg ez csak a fejével sebződik. Hát például így elcsesztem. Izgalmas rész egyébként, csak mondom, elég nehéz. Ne itt meghal, nem volt valami iszonyat nehéz fő ellenfél igazából. Jaj, jól vagytok, Harry, Amy. Én jól vagyok, de Harry. Igazából Harry úgy néz ki, mint aki elfáradt. James! Jaj, Istenem, ezt a szinkron hangot. Elküld minket egy autóhoz, meg megmondja, hogy hol van Goldmannek a főadiszállása. Igazából érdekes, hogy hogy sérült meg attól a nagy láncfűrészes zombi megsebezte, és még egybe van. És hát James Taylor szokásához híven egy nagy íves szarik arra, hogy valaki meghal, vagy a drámai jeleneteket kerüli. Színészi játék abszolút nulla. Na de akkor hamarosan jön a következő, illetve a befejező negyedik rész, amiben befejezzük a történetet, és abban lesz az értékelés is. Legyetek jók, sziasztok!